A büntetés mértékének minden esetben van visszatartó ereje, hangoztatják a szakemberek. Az autóval közlekedőknek most már még inkább érdemes betartani a KRESZ szabályait. Mérlegelni kell például, hogy valaki beálljon-e egy mozgáskorlátozott helyre vagy sem. Ez ugyanis akár 156 ezer forintba is kerülhet ezen túl. A szabálytalan megállásnál azonban nem egységes a csekken szereplő szám. Megállni tilos táblánál 15.600-tól 31.200 forintig, mozgáskorlátozottaknak fenntartott helyen jogosulatlan várakozásnál 65.000-től 156.000 forintig, autópálya vagy autóút úttestén vagy leálló sávjában 32.500-tól 65.000 forintig, kijelölt gyalogos átkelő helyen 39.600-tól 78.000 forintig, az úttest kereszteződésétől 5 méterre pedig 26.000-től 52.000 forintig szabhat ki bírságot a rendőrség. A vezetés közbeni telefonálás pedig 52.000 forintba kerül. És érdemes jobban odafigyelni az elsőbségadás szabályaira is. Eddig is oda kellett volna figyelni az állampolgároknak arra, hogy a gyalogátkelő helyen megadják a kívül gyalogos átkelő helyen a gyalogosoknak az elsősége, akár a kanyarodási szabályok betartása mellett, mint kanyarodó járműt is az elsőség megadására vonatkozó szabályokat betartsák. Mivel nagyon sok balesetünk is történt az elmúlt időszakban is, itt a vármegyében sajnos az elsőségi jog meg nem adása miatti balesetek száma a jellemző, a legmagasabb számot tükrözi, gyakorlatilag a bekövetkezett személyisérüléses baleseteknek majdnem 30%-a. Ebből adódott. Ez általánosságban a különböző táblákból, táblák hatály alatti megsértéseket takarja gyakorlatilag, de bármilyen más, ami az elsőségre vonatkozik. Jellemző sajnos a gyalogátkelő helyeken, hogy nem adják meg az állampolgároknak az elsőséget, és illetve a várakozási és a megállási szabályokat sem tartjuk be általánosságban a vármegyében. A lejárt műszaki után is többet kell fizetni. Ha 3 hónapja járt le, még valamivel több mint 30.000 forintból megúszta az autó tulajdonosa a büntetést, ha viszont 1 évnél régebben járt le, akár 94.000 forint is lehet a bírság mértéke. És a drágulásnak itt még nincs vége, szinte folyamatosan emelkednek a tételek. Augusztus 16-ától a egyes fix bírságok esetében is változás fog bekövetkezni. Itt példaként gyakorlatilag a gyorshajtás, a sebesség túlépés esetében, a biztonsági használatának elmulasztása esetében, vagy akár egy tilos jelzésen történő áthaladás esetében is jelentős emelkedést fognak tapasztalni azok, akik elkövetik ezeket a szabályszegéseket. Nemrég egy kiugró gyorshajtást fogott meg a rendőrség. A fiatal ember a megengedett 90 helyett 178 km/órával ment. Megkapta érte a büntetőpontokat és a pénzbírságot is. Augusztus közepétől ez utóbbinak értéke 312.000 forint. A rendőrség arra kér mindenkit, ne azért tartsák be a szabályokat, hogy elkerüljék a büntetést, hanem azért, hogy elkerüljék a baleseteket. Mindenkit hazavárnak.